ezt a hetet, a mai napot is, hogy lélekben készüljünk arra a borzalmas dologra, hogy a mi életünk királyát, az Úr Jézus Krisztust, aki bevonul Jeruzsálembe, alázatos szívvel és lélekkel keresztre feszítik. De mi már tudjuk, és hálát adhatunk az Istennek azért, hogy tudhatjuk, hihetjük, hogy örömünnep következik utána. A feltámadás ünnepe, a feltámadás öröme, amit mindannyiunk számára, akik hisznek az Úr Jézus Krisztusban, elkészít az Isten. De nézzük meg azért sorban, hogy miről is szól a virág vasárnap, mit üzen nekünk ez a szép ünnep. A virág vasárnap arról tesz bizonyosságot, hogy Jézus Krisztus királyi személy. És hogyha ő király, akkor mi, az ő egyháza, neki engedelmes népe vagyunk, vagy kell, hogy legyünk. Csak is akkor tartozunk hozzá, ha elismerjük az ő királyságát. Ő nem csak király, ezt azért tudnunk kell, mert hitvallásunk szerint Isten három hivatallal is felruházta az Úr Jézus Krisztust. Mert Jézus egyben proféta, pap és király is. Krisztus a pásztor, mi pedig az ő nyája vagyunk. Annál teljesebb a róla bennünk élő kép, és annál teljesebb a keresztény életünk, minél több oldalról, minél több hivatalán át megismerhetjük az Úr Jézus Krisztust. A virágvasárnap a többi hivatala közül a Krisztusnak a királyságát emeli ki mindannyiunk számára. Ma akkor ünnepelünk igazán, ha mint királyra és életünk királyára tudunk rátekinteni. Ha mint királyunk előtt hódolunk, vagyis meghajtjuk a fejünket. És az előttünk lévő hét pont alkalmas lesz arra, hogy egy kicsit még mélyebbre hajtsuk a fejünket. Hogy megvizsgáljuk, mi az az emberi indulat, ami odáig elfajult, és ami emberi indulat ma is benne van az emberben, bennünk. Mi az az emberi indulat, ami odáig elfajult, hogy egy ártatlan embert, az Isten fiát, az ember a keresztre küldte, az életnek a fejedelmét és királyát. A Krisztus összes hivatala közül éppen a királysága körül támad a legtöbb zavar és félreértés. Az első két hivatalának, vagyis a prófétaságának és papságának az egyházon kívül nincs más funkciója. Nincs a világban sehol máshol semmilyen funkcióban papság és prófétaság. De a királyi hivatalával kapcsolatban az tudnunk kell, hogy azért is volt annyi félreértés és bonyodalom, mert az a világban is jelen van, az egy világi hatalom is. Politikai hatalom a királyság. Ezért szükséges, hogy szigorúan a Bibliához ragaszkodva, a virágvasárnapi történethez ragaszkodva, magából az igéből értsük meg ma Krisztus királyságának néhány alaptörvényét. Mindenek előtt azt vegyük észre, hogy a virágvasárnapi történetben maga Krisztus tesz bizonyosságot arról, hogy ő királyként vonul be Jeruzsálembe. Ha a kedves testvérek velem együtt olvasták a református Biblia olvasó kalózunk alapján elkészített igéket, a János evangéliumánál tartunk, ugye? És egy kicsit korábban a János evangélium a 6. részben olvashattunk arról, hogy királlyá akarták tenni a tanítványok Jézust. Azt akarták, hogy király legyen. Jézus pedig tiltakozott, hogy még nem jött el az én időm. Most pedig azt olvassuk a Bibliában,
hogy ő önmaga készíti elő királyi bevonulásának az alkalmát. Most a keresztre feszítés előtt jött el az alkalom arra is az idő, hogy félreérthetetlen jeleket adjon arról, hogy ő igen, az elkészített király, és királyként is szeretne bevonulni Jeruzsálembe. Ő az Istentől rendelt, öröktől való és örökkön élő király. Hogy miért volt annyi bonyodalom ebből, hogy Jézus kijelentette, hogy ő királyként szeretne bevonulni Jeruzsálembe? Azért, mert az Ószövetség népében ott élt egy vágy. Ott élt a vágy, a proféciák alapján tudták, hogy egyszer majd meg kell születni egy királynak, egy fejedelemnek, aki jobbítani fogja az életüket, aki felszabadítja őket a római birodalom elnyomása alól. És ezért szokatlan volt számukra, hogy most itt van Jézus, aki önmaga kijelenti magáról, hogy én vagyok a király. Én vagyok az a megígért király, az az Ószövetség által, meg proféták által megígért király, engem vártatok. Jézus tudta, hogy mennyire az elképzelés él Izrael népében, a tömegekben, a főpapok életében, az írástudóknál, a farizeusoknál, de még az apostolok életében is, hogy egy harci, lovon bevonuló királyt vár a nép, aki katonákkal, lovas szekerekkel vonul be, harci díszben, és elhozza nekik a felszabadulást a római birodalom elnyomása alól. És most itt van Krisztus, aki maga tesz bizonyságot arról, hogy hát ő a király. Mégpedig az Ószövetségben megígért király. Isten nem fog más királyt küldeni, engem küldött, én fogok bevonulni Jeruzsálembe. Milyennek az örömszerző, szabadító királynak a legfőbb jellemvonása? Először is az, hogy szegény és szamárháton ül. Szegény és nem gazdag. Szegény és nem hatalmas. Szegény és nem fennhéjázó. Ezen a szamárháton bevonuló király alázatos, szelíd és szamárháton ül. Krisztus bevonulása, majd Pilátus előtti vallomása, hogy ő a zsidók királya, óriási felháborodást keltett a nép akkori vezetőiben. Egészen más királyképzetük volt. Egészen mást vártak. Egy egész nagy hadsereget. Talán mi is fel lennénk egy kicsit háborodva magunkban, hogy hát nem ezt ígérted nekünk, Istenünk.